nem a vidéki gyejez vagy a parasztsági gyejez, hanem a város is katasztrofális kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Mondhatjuk, hogy ez egy erkölcstelen és alkotmány ellenes folyamat. Erkölcstelen azért többek között, mert nem erről volt szó. Ha azzal áll ki a társaság, hogy el akarom kótyavetyélni a közös nemzeti vagyonunkat, akkor valószínűleg másképp néznek meg ki a parlament összetétele. De nem erről volt szó. Orbán Viktor miniszterelnök nekem személyesen azt mondta, hogy mi nem eladunk földet, hanem vásárolunk földet. Ebben állapodtunk meg. Valóban tudom, hogy ebben állapodtunk meg. Erkölcstelen, ha a szó és a tett ilyen mértékben elválik egymástól. És itt ennek vagyunk tanúi.